Sziasztok! Hét elején ígértem, hogy aki olvasta, páran olvastátok, hogy készíteni fogok egy videót a gyorsvarral kapcsolatban. Ugyanis úgy néz ki, hogy Uklapaknak sikerült összefoglalnia azt, hogy lehet a gyorsvarban csatákat nyerni. Most ezt a videót így közösen szeretném is, hogyha majd végignéznénk. Mert gyakorlatilag, amit ő kitalált, azt ő itt végig is viszi mind a hat csatában, és működik a dolog. A lényeg az, hogy ugye gyorsvarban hat csempét kell, hogy összehúzzá. Hogyha nem tudod összehúzni a hat darab csempét, akkor onnastól az elején, akkor onnastól kezdve nagyon nehéz lesz csatát nyerni. És ugye a gyorsvarok kapcsán, aki a legnagyobb problémákat okozza, az Afrika, ugye erről is beszél. Úgyhogy mondanám is, hogy akkor ő mit talált ki, vagy igazából hogy sikerült neki összefoglalni, hogy ezt prezentálni tudja. A lényeg az, hogy az a fölállás, hogy a színek szerint 3 plusz 1 plusz 1, amit bevisz, és bevisz 3 erőset, nagy ütőt, bevisz egy healert, és visz minden esetben valakit, aki a manát megfogja, kontrollálja. Most ez így nagyjából ez így néz ki ez a sztori, nyilván, hogy hős állománytól függően, meg a hősöknek a speciális képességétől függően, ez picit tud modifikálódni olyan irányba, hogy a szinergiát kiadja. De ez lenne a lényeg. Ugye három szint beviszel azért, hogy legyen csempesebzésed adott színből, amiből háromat beviszel, a másik kettőt meg azért viszed különböző színekből, hogy legyen esélyed vagy healelni, vagy a manát megfogni. Tehát, hogy három színnel nyilván több esélyed van ahhoz, hogy össze tud húzigatni a táblákat. És nekem van egy olyan elgondolásom, hogy szerintem, hogyha ilyen szinergiában össze tudja az ember válogatni a csapatot, akkor, mint ahogy látni is fogjátok, alá dolgozik a tábla az embernek. Hogyha alapból olyan csapatba ott a mézbe, egy gyorsvarba, ami nincs igazán átgondolva, vagy mindent fölteszel egy labdára és monózol, akkor annak csúnya vége lehet. Szóval a lényeg az, hogy akkor kezdjük el nézni. Nézzétek, hogy azt mondta, hogy bevisz három nagyütőt, bevisz valakit, aki kontrollálja a manát, meg bevisz egy healert. Ugye itt Evelyn is nagyot csap, ugye Frigg mellette ugye már a levitt element defre még rácsap, és még leviszi a védelmet, és akkor ott van a kalapos, aki meg aztán végképp marhanyot odacsap. Afrika játssza ebben a csapatban azt a szerepet, itt például, hogy a manát ugye meg fogja tudni, és ugye ott van Rafael, aki cleanseli a csapatot, valamint ugye vissza is tud healelni. Érdemes egyébként figyelni és nyomon követni azt is, hogy ő mit, miért, hogyan csinál, mert nagyon gyönyörűen kezeli a táblát. Én Uklapakot mindig meg szoktam nézni, mert úgy gondolom, hogy a youtuberek közül, akit föl tudtok lelni a neten, Uklapak és Mr. Spock az, aki a legjobban kezeli a táblákat. Ennek a csatának itt nyilván mindjárt vége is, tehát, hogy sok komment hozzáfűzni való, ugye nyilván nincsen. Hát ilyen egyszerű ez a gyorsvar. Hát gyertek, van csempe, most nyilván a saját hősbázisunkból kell kiindulni, és nem csak a hősbázisból, hanem a trúpokból is, tehát nyilván, hogy azt mindenki látja, tudja, hogy mire képes és meddig tud nyújtózkodni, és tehát így kell fölmérni azt, hogy milyen ellenfelet válasszon magának az ember azt is.
Úgyhogy nézzük akkor tovább a következő csatát. Próbálom közben itt olvasni a feliratot, nem akarok ráadni hangot, mert akkor összebeszélnénk itt ketten. De alapból az érdekes, hogy mennyit gondolkodik. Tehát alapból, amikor keresi az ellenfelet, ugye nagyjából ott van neki a tarsójába, a fejébe, hogy neki milyen hősei vannak, és már próbál azzal gondolkodni, hogy kit, hogy, miért, hogy tud megfogni. De éppen ír róla, hogy ez akit most meg fog támadni, hogy ez valami jó fej srác, hogy vele szokott beszélgetni cseten is, egy kis mellékesként. Tehát jó, tehát látjuk, hogy gyakorlatilag milyen hősállománnyal rendelkezik. Tehát majdnem, hogy be tudja vinni ugyanazt a csapatot még egyszer. Tehát ezt ilyen szempontból nézzétek, hogy nyilván a saját hős állományunkhoz képest, hogy mi hogyan tudunk ilyet fölállítani. De látjátok, itt is ugyanaz a stratégia. Három szín, három nagy ütővel idézőjelbe, ugye erőssel, stronggal, ugye megvan a csempesebzés, Guinevere a mana control miatt, és ugye Kunchen pedig a heal miatt. És nézzétek meg, úgy válogatta össze a csapatot, hogy szisztematikusan, okosan elgondolta, és kap hozzá táblákat is. Ugye azt se felejtsük el, hogy nála nincs hét csempe Uklánál, tehát hogy látjátok, ő be is töltődik minden egyes hőssel 6 csempéből, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez alapján, a videó alapján majd a végén érünk, le tudjuk azt vonni, amit már most is, hogy célnak kell, hogy legyen az, hogy manatrúbból mindenki 3 darabot mindegyik színből föl tudjon húzni 11-esre. Ahhoz, hogy ez a dolog tudjon működni minél jobban a hősállomány mellett, szükség van arra is, hogy 3 darab egyszínű trúbból mindenkinek meglegyen a 11-es. Hát tudom, én is tudom, nekem sincs, azt is tudom, hogy másnak hogy van esetleg, de ennek ugye célnak kell lennie. Látjátok, ugye télanyú mit művel, gyakorlatilag ez kiemeli többször is, és biztos tapasztalhattátok is, és Ukla is elmondja, hogy gyorsvarban nincs olyan, hogy télanyú nem hoz vissza valakit. Tehát, hogy azzal kalkulálni kell, hogyha télanyú elsül, akkor vissza is fogja hozni. És általában mindig a legrosszabbkor hoz vissza a legrosszabb ellenfelet, hogy abba beletörjön az embernek a bicskája. De az előző gyorsvarban kapásban az első csatát elvesztettem így télanyú miatt. Egyet utána nyertem, utána megint elvesztettem egyet télanyú miatt, mert nem tudom, hányszor hozta vissza a bandát, és igazából 4-3 bukta után és egy nyert csata után volt az, hogy picit begőzöltem, és beküldtem egy kék manót, teljesen átgondolatlanul, bízván abban, hogy majd lesz kék csembe, és akkor a power majd ki fogja adni. Hát nem adta ki, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt az utat kell követni gyorsvarban, mert nincs más lehetőség. Lehet hazárdírozni természetesen, de a hazárdírozás az tudjátok milyen. Vagy piros, vagy fekete. Viszont itt koncepcióról van szó, amit nézünk ugye mindjárt tovább, és ez működik. Jó, nyilván nem kell az embernek azonnal elhinni azt, hogy ez most vele is minden esetben meg fog történni, tehát még egyszer mondom, hogy azért itt a táblát Uklapak nagyon jól kezeli. Tehát azt a táblát nagyon jól kell kezelni, hogy átlásd, hogy mi esetleg hogy fog beesni, meg
meg ad, most jelen esetben mondhatjuk azt is, hogy azért volt egy pici szerencséje is. Én ezt mindig mondtam, és most is még egyszer kiemelem, én úgy gondolom, hogy ez a bizonyos algoritmus az figyeli azt, hogy te milyen hősöket hogy viszel be, stb. És ahhoz mérten ugye megszapad a táblával, hogyha teljesen esélytelen, mert teljesen átgondolatlan az a csapat összeállítás, amivel bemész, tehát. És akkor utána lehet köpködni a táblát természetesen, de hogyha nincs gondolata mögött, hogy te milyen csapat összeállítással támadsz, akkor azt meg is fogja bosszulni a tábla. Láthatjátok itt is megint, ott a Mana Controlnak Afrika, ott a Healernek Heimdall, és akkor itt van három piros. Ugye itt már picit már ilyen kombinációs, ahogy mondtam az elején, tehát ez azért picikét olyan szinergia függő is, hogy szinergiát hogy tudjál felállítani. Ugye itt megnézitek, igazából itt Mariana, aki marha nagyot üt. Lady Loki is a speciális képességéből adódóan, most pontosan nem jut eszembe, hogy ő hogy is van, de ilyen dinamikus karakter, de ő is nagyot tud ütni, csak valamitől függően, ez most nem jut eszembe. Ugye Elizabethet meg bevitte, mert tetszik neki, hát nekem is tetszene, de remélem be is fog majd jönni. Na most azért látjátok, hogy mi történik, tehát van is csempe, meg nincs is. Viszont az a tábla, az kezelve van. Minden egyes húzás milliószor át van gondolva. Most mondja, hogy nagyon kéne neki, hogy legyen pár piros csempe, bejöjjön középre. Azért bekockáztatta, hogy betölti health, hogy piros csempét oda föl tudjon hozni. Ez most nem jött be. Ezt a csatát, a hatból ezt a csatát valamiért nem is láttam. Ez most nekem is súly, nem is tudom, hogy ebből hogy fog jó kijönni. De hát Elizabethnek látjátok a pókjai, hogy dolgoznak. Elég durva. Tehát szépen elfogyogott az ellenfél. Hoppá. Elizabeth nagyon jó. Na, Lady Loki is, akinek megvan. Nem piskóta őse. Kár, hogy nekem nincs meg. Nekem annyira valahogy nem volt szimpatikus se úgy a játék folyamán se, úgyhogy nagyjából majdnem minden hős tudok, hogy pontosan mit csinál. A Lady Loki-t pont nem tudom, hogy gyakorlatilag hogy is működik. Ahogy mondottam, annyi, hogy ilyen dinamikus karakterként valamitől függően egyre nagyobbat üt. Közben egy picit fordítok ittem magamnak, hogy mit mond. De angolul én ezt végighallgattam, tehát nagyjából értettem is, hogy mi van. Így, hogy alámondok itt nektek közben egy picikét nehéz, hogy közben még fordítsak is magamnak. Nézzétek el nekem, hogy egy kicsit néha csöndben vagyok, de közben ti is olvashatjátok a feliratot, meg ugye addig lehet nézegetni, hogy olyan 300k feletti csapatoknál milyen csapat összeállítások vannak. Na ez egy roppant érdekes csata lesz, lelővöm azonnal a poént, és akkor el is mondom, hogy mi ebben az érdekes. Itt is ugyanaz a szisztéma, ugye látjátok, 3 egy szín, utána még lesz 1+1, ugye Onatel Mana Control, Gullinbursti Heal-el, meg ő még ugye mellette üt is.
Hanselt szintén viszi Mana Controlnak, és akkor még kíváncsi vagyok, nem emlékszek, kit fog ide bevinni, de azt hiszem lehet, hogy Black Knightot beviszi talán tontolni. Ja nem, hát izét viszi be. Csöcsit beviszi tauntolni. Na, a lényeg az, és akkor ezt majd figyeljétek, mert tök buli. Ugye Golem Boost-ot elsütöd, ő heal-el, meg ugye Boost-tal is adott esetben. És ugye neki az a speciális képesség, hogy három kör elteltével még oda is csap. Na viszont, hogyha Golem Boost-it elsütöd, és utána rányomod Gazellát Golem Boost-ira, aki ilyen szerencsés, hogy megvan neki mind a kettő, akkor Gazella képessége miatt Golem Boost-i azonnal el fog sülni, amikor Gazella földobja a képességét. Tehát nem fogja kivárni ezt a három kört, gyakorlatilag Gazellával bekapcsolod Golem Boost-inak azt a képességét, hogy ráüssön az ellenfélre. Na, azt mondja, sárga kell neki, zöld, piros. Nézzük, hogy ezt hogy kívánja megoldani. I can get. Azt mondja, hogy pirosokat szeretne, hogy le tudjon ugye tauntolni a csöcsivel. Tehát mindenféleképpen. Ugye ő már ezzel is sakkozik, hogy azonnal nézi, hogy mik a lehetőségei, és mivel nyer a legtöbbet, hogy melyik hőst tudja leghamarabb betölteni a saját csapatából, hogy abból mit nyer, és azt is nézi, hogy az ellenfélnél ki a legkevésbé veszélyesebb rá, és amennyiben ugye ezt a tábla lehetővé teszi, hogy van opció, akkor arra próbál játszani, arra az oldalra, vagy arra a hősre, hogy ő be tudja tölteni a különleges képességeit, adott esetben muszáj az ellenfélnél olyan hőst töltsön be, aki a legkevesebb kárt okozza az ő csapatába. Na, csak akkor most jön majd ez a buli dolog szerintem, amit mondtam nektek. Csak pont kitakarja a feliratot, remélem, hogy nem lesz zavaró, mert el tudjátok képzelni, hogy mi van ott mögötte. Ezért Golem Boost-it Pigginek hívja, és isteníti. Na, figyeljétek, elsüti Gazellát, és tak, Golem Boost-i ugye azonnal elsült. És mekkorát csap Golem Boost-i. Nagyon durva. Szóval, úgyhogy akinek van disznó, abból érdemes akár többet is felhúzni. Remélem még Valhalla jótékony lesz velem is, és még legalább egy Golem Boost-it majd sikerül megkaparintanom. Ugye nyilván négy csillagos hősként nem kívánja meg a dárcot, tehát könnyű felhúzni. Esetlegesen ugye talentálni is, ugye amennyiben van rá módotok, akkor könnyebb egy négy csillagost. Közben nézem, hogy mit ír. Mondja, hogy el akarja sütni most csöcsit. Csöcsivel le is intézte ott a bal oldalt, onnat elintézi a jobb oldalt. Ami a egyik nehézkes, legnehezebb dolog ebbe a gyorsvarba, azok a wingekben lévő újraélesztő hősök, és főleg télanyú, aki gyakorlatilag a gyorsvarok esetében 99%-kal vissza is hoz majdnem mindenkit, úgyhogy mindenféleképpen arra koncentrálni kell, és ezért van a mana control is, meg az, hogy nagyot üt, hogy télanyút azt valahogy minél hamarabb likvidáld, annélkül, hogy ő betöltene, vagy ha be is tölt, akkor úgy süljön el, hogy akkor még ne hozzon vissza senkit, mert még az ellenfél él, tehát hogy a télanyúval nagyon vigyázni kell. Ugye, hogyha beviszel három snipert, akkor a sniperek gyakorlatilag minden szírre nagyot tudnak sebezni. Nyilván fönnáll az, hogy most melyik csempenek melyik az ellenszíne, vagy a gyenge színe, vagy az erős színe, hogy most mire tud legnagyobbat sebezni, de a sniper az mindenféleképpen nagyot fog ütni.
kisebbek nyilván, hogyha nem a gyenge színre üt, de még akkor is nagyot, és ugye így le lehet csapkodni a sniperekkel, akár ugye egy télanyót is. Mondja, hogy csak egy Elizabethje van még neki, pedig annyira szereti, hogy ő milyen jó. Ez valószínűleg kettő lesz neki belőle, vagy három, mert még rá fog pörgetni. Hát ilyen hősbázissal persze mi valószínűleg sosem nem fogunk rendelkezni. De így közben azért remélem nézitek így az ellenfelet is, tehát hogy elég jó kis szinergiában lévő dev teamek fölrakva, hogyha ugye nyilván itt a hadsebbébe gondolkodunk. Poszaidon, nagy ütő, Vivica, ugye Hillel, meg Debuffo, vagy Clean Sally. Az a saját, hát bocsánat, most hirtelen ez se ugrik be, hogy most a kosztümös ez pont melyiket mit csinálja. Ugye Mickey az szintén kontroll, Mickey az nagyon durva lesz, ugye így is nagyon jó hős, már maga nemében, mint titára. Mint láthatjátok majd is ugye a mana kontrolljával. Most a legújabb frissítése, ugye S1-es, Season 1-es hősökön fognak kicsit felhúzni. Valószínűleg az S4-es hősök balanszolása miatt. Mickey az egyik a hotemek közül, aki ezt szintén hozzányúlnak. És ezt a ötkörös silence-ét mana control gyakorlatilag, tehát nem hagyja az ellenfelet elsülni, ezt most fölhúzzák nála 6 körre. Úgyhogy a Mickey az kegyetlen lesz. Ja, ha most látjátok, 3 sárga, 1 kék, 1 piros, és gondolkozni kell. Tehát amikor azt mondja valaki gyors varba, hogy nem volt kezdőtábla, hát lehet nem volt, viszont majd mindjárt láthatjátok itt is, hogy amennyiben van koncepció, a csapat jól van felállítva, amit beviszel, és a táblát megfontoltan kezeled, akkor nézzétek meg, hogy ebből is mit fog tudni csinálni. Mondja, hogy jó lenne, hogyha valahonnan tudna sárgát szerezni, ezért azt mondja, hogy itt a bal oldalt húz egy ilyen kisebb kombót, hát a följön sárga, és én mondom, rengeteg videó, minden videóját megnézem. És ez a gondolkodás, ez bejön. Nézzétek meg, följött neki a sárga. Akkor itt most adnék rá hangot, hallanátok, hogy huhog, jajog. Erre nem számított, hogy a tábla újra keveri magát. Elég szarházi dolog. Relatíve szerencsésebb eset volt így, hogy ugye Afrika nem támadta Black Knight-ot, Black Knight-tal le tudott most talentelni, tauntolni, bocsánat. Mikivel is mákja volt, mert ugye Miki se támadta, Miki ugye 3-ra dobja ki a speckóját, nézzétek meg, 3 középsőre földobja, lefogja a manájukat idézőjelben, a speciális képességnek az elsülését, ugye letelik a kör, abban a pillanatban, hogy letelik a kör, már be is húzza a maradék sárgát. Leszette, mit szedett le Vivicával valamit, nem figyeltem, bocs. Nézegeti a hősöket is, na kire süss el, miért süss el? Tehát nem azzal, hogy azonnal meggondolatlanul. Ugye Leonidas szintén nagyot üt, rajta is, hogy most jelentőset fognak húzni. Fölhúzzák 410%-ra a támadását. Úgyhogy Leonidas főleg, hogyha kosztümösen is megvan valakinek, akkor elég brutális hős lesz ő is szintén. Úgyhogy érdemes lesz foglalkozni S1-es hősökkel. De egyre több opció van arra, hogy nagyon eredményes és használható
hősöket csináljanak, ugye csinálnak belőlük, és megvan az embernek rá a lehetőség, az esélye nyilván, hogy hát szerencse kérdésed, de hogy olyan hősöket fejleszten S1-es hősökből most már, amik igenis sok esetben nagyon hasznosak, használhatóak. Amint látjátok, ugye azdar be van töltve, ugye azdar, ha felsül, akkor föl fogja dobni az égetését. Most azon gondolkozik, hogy kinyírja a Heimdallt, nehogy Heimdall visszahozzon valakit, vagy kiüsse azdart, hogy azdar ne dobja föl rá a speckóját. Úgy van vele, hogy kinyírja azdart, mert Heimdallnak még van ideje, hogy betöltsön. Közben be is gyűjti a kéket, Mikivel már meg is fogja a manát. Úgy egy kisebb kombót, mert Drake az akkora veszélyt nem jelent rá, hogy együttéssel kibírja nyírni. Black Knight-a Town-tól pusztattak, Mikivel megfogja Drake-et is. Mikinek vagy a Drake-nek a vakítása az Mikire is hat ilyen szempontból. De hát nézzétek meg, ez is lejött neki. 36 perces, azt hiszem 37 perces zukla videó, úgyhogy ezt végig fogom dumálni. És most ugye mondja, hogy működik a szisztéma, hogy látjátok, hogy át kellett forgatni neki a táblát, de így a mana kontroll miatt sikerült neki megnyernie, most itt gondol itt ugye Mikire, sikerült neki megnyerni a csatát. Hogy milyen szar volt a kezdőtábla, idézőjelben mondja, ugye, vagy én mondom idézőjelben, tehát nyilván nem használja a shit szót, de hogy át sikerült forgatni a táblát neki. Közben fordítok, nézzétek el, hogyha néha itt csöndben vagyok. Na most megint ugye Mother North-ról, télanyóról beszél, hogy viszony fejfájást csinál, tehát talán, ezt most én mondom, nem én mondja, de talán télanyó nagyobb probléma a gyorsvarok esetében, mint Afrika. És akkor megint ugye a hősállományra visszatérünk, hát látjátok, hogy ugyanazt a csapatot megint ugye föl tudja állítani. Ugye ez a taunt is nagyon tetszik neki. Gyakorlatilag ez is egy idézőjeles, hát nem mana kontroll, de az ellenfélnek a kontrollja. Tehát ugye nem az ellenfélnek a manáját fogod meg, vagy a speciális képességeit, de korlátozod azt, hogy az ellenfél hogy tudjon rád támadni azzal, hogyha tauntost hős viszel be. Proteus ugye szintén mana fogás miatt. Ez így első körre így jónak tűnik ez a tábla, viszont ugye számolja azt, hogy nem akarja betölteni Afrikét. Tehát az összes hasznos szín, ami ugye neki kéne, az mind itt központosul középen, és nem tudná saját hőseit úgy betölteni, hogy Afrika közben ne töltődjön be. Mondta, hogy a bal oldalon ugye Black Knight, aki a legkevesebb kárt tudja okozni azzal, hogyha ő elsül, úgyhogy próbált ott kitakarítani pár csempét, hogy hát, ha jön föl valami, ami hasznos. És ahogy láthatjátok, hát föl is jött úgy a sárga, hogy most már megvan neki a 6 csempéje. Közben olvasom, hogy mit ír, vagy mit mond. Ugye láttam már ezt a csatát, ezt is meg fogja nyerni, nem lövök le poént szerintem ezzel. Azt mondja, hogy ha azt a zöldet ő behúzott a jobb oldalra, akkor avval elindítod egy ilyen kombót. De akkor ugye följöhet a sárga, tehát gondolkozik szépen, átgondolja, hogy mik a lehetőségei, és mi fog történni egy-egy csempének a megmozdításával.
ugye bekombózik akkor a kék, akkor sárga följöhet. És ebbe ugye írja, hogy, vagy mondja, hogy hát ebből valószínűleg be fog töltődni Afrikán, úgyhogy ez valószínűleg nem a legjobb megoldás, hogyha ezt húzná. Ezért úgy dönt, hogy ráhúzza a három darab sárga csempét, és akkor hát imádkozik. Mondja, hogy ez nagyon nem poénos, amikor Afrika az összesre üt egyszerre, az összes játékosodra egyszerre ráüt, mert látjuk, hogy akkor igazából ugye nem tudsz mit csinálni. Most szépen vissza fogja hozni télanyó Afrikét, és akkor itt megjegyzi majd, hogy mindig visszahozza, mindig visszahozza. Tehát, hogy ezzel ne is érjen senkit meglepetés a gyors varban, hogyha télanyó, Albright, és akkor legkisebb esélye Heimdall, de visszahozza a csapattársakat, visszahozza. De ezt olyan oldalról is lehet megközelíteni és nézni, hogyha mi ilyen defet fel tudunk állítani, akkor nagy valószínűséggel ez nálunk is így történik. Tehát ugyanúgy mi is ki tudunk cseszni az ellenféllel. Most mondja, hogy milyen jó lenne, ha lenne Proteus, hogy nagyon szomorú, hogy meghalt. Most adnék rá hangot, akkor hallanátok, hogy motyog. Nem hiszi el, hogy a Rafael nem halt meg. De néha nekem is olyan furcsák ezek a dolgok, meg biztos ti is látjátok, hogy miért nem hal meg? Érted? Tehát, hogy máskor ugyanannyi csempe betalálástól azt tapasztalja az ember, hogy megpurcam egy rét során, és akkor varban meg néha van olyan, hogy nem akar meghalni. Most úgy emlékszek, hogy majd gondolatot fog talán váltani. Igen. Rámegy inkább télanyóra, nehogy visszahozza megint Afrikét. Igen. Láttátok, hogy Vivica nem látszott, mert a felirat kitakarja basszuskos, de Vivica rég be volt töltve, de nem sütötte el. Azért, mert megvárta, hogy Black Knight elsüljön, és azonnal, ahogy elsült Black Knight, akkor sütötte el Vivicát, hogy le tudja venni a tauntot. Ilyen apróságokra is figyelni kell, hogy melyik hősökkel hogy tudod kanterelni az ellenfelet. Tehát az alapfelállás, még egyszer mondom, az, hogy három nagyütő, valaki, aki hílel, meg valaki, aki fogja a manát, de természetesen meg kell próbálni a lehetőség szerint úgy összeválogatni ezen képességeket, hogy azon hősöknek, akik ezt tudják, még esetleg tudjanak mást is csinálni. Mint ellen esetben ugye Vivica, aki szépen debuffolja az ellenfelet, tehát Black Knight-tól gyönyörűen levette megint a tauntot, és már úgy ki is tudta nyírni. Szépen, szisztematikusan. De látjátok, hogy azért tehát 34 percnél tartunk, 5. csatáját futotta, és hát nem nagy locsi-fecsi van azért a csaták között. Szépen elhúzódnak a csaták is, mert ugye át van gondolva minden egy csempének a behúzása. No, hát azzal fejezi be a gondolatokat, hogy úgy gondolja, hogy figure out, tehát kitalálta, vagy rájött arra, hogy kell a gyors varban eljárni, ahhoz, hogy a legtöbb esélyed legyen arra, hogy meg tudjál nyerni egy csatát.
függ a hőseidnek az erősségétől, természetesen függ a trúpoktól, függ a hősbázistól, de lehetőség szerint ezen szempontokat kell figyelembe venni, és javasolnám mindenkinek. Én azt megígérhetem nektek, hogy én eddig is valami hasonlóan próbáltam gyorsvarok esetében eljárni. Mondom ezt úgy, hogy valamilyen szinten tudatlanul, mert most Uklapak volt az, aki ezt szépen összefoglalta nekünk. Bejavasolnám, hogy ezt az utat próbáljuk, így próbáljuk csinálni, mert ez így működik, és nem a szerencsém múlóan működik, hanem hogy jól átgondoljátok, emögött ugye van koncepció, ez át van gondolva. Most a reklámot is végignézzük közben. A lényeg az, hogy három erős hős, aki nagyot csap, legyen valaki, aki a manát fogja, és legyen healered. És a színkombinációk szerint pedig a 3 plusz 1 plusz 1. És lehetőség szerint ezt is úgy kell az embernek összerakni, ezt a 3 plusz 1 plusz 1-et, hogy nézzétek azt, hogy azok a hősök azok mit tudnak, milyen erősek, és hogy ezt a három darab hadcsempés hőst egy színből az hogy tudod összevarázsolni. Kikapott talentágábrán klassz bónuszt, kikapott klassz 20 bónuszt, kinek elég az 1-es manatrúp, kinek kell 5-ös manatrúp, kinek kell a 11-es manatrúp, kinek van esetleg még kosztüm bónusza, aki szintén ugye 5%-kal bír, és mellette mondjuk van egy klassz 20 bónusza, akkor az már 9% mana töltődés, így neki már a kritikát rúp is elég. Nagyon fontos, hogy ugye itt a hadcsempe az, ami játszik. Én biztos vagyok benne, hogy erre ki is van élezve a logaritmus a játékban, arra, hogy a hadcsempét azt arra lehet, hogy ad esélyt, viszont a 7 csempére már nem fogsz esélyt kapni. Úgyhogy lehet hazárdírozni, lehet monózni, és akkor lehet ezt powerből csinálni. Van neki létjogosultsága természetesen, csak abban benne van az, hogy nem kapsz csempét, aztán annyi. Ebbe is benne van az, hogy nem kapsz csempét, de úgy gondolom, hogy így teremtetted, vagy teremted meg magadnak a legnagyobb esélyt arra, hogy jó eredményt tudjál elérni, hogyha ezt az Uklapok által szépen összefoglalt szisztémát be tudod vinni a csatákba. Köszönöm, hogyha megnézitek. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon tanulságos videó, és bízom benne, hogy minél többen megnézitek, és ki fogjátok ezt próbálni, megpróbáljuk alkalmazni, mert szerintem működni fog. Én mindenféleképpen abban biztos vagyok, hogy én ezek után gyorsvarokon csak így és sehogy máshogy nem fogok csatázni. Lehetőségeimhez mértem, tehát nyilván, hogy az én hősbázisom, a ti hősbázisotok, egy-kettő társunknak talán van nagyobb állománya, aki talán már kismértékben mérhető az Uklapakkéhoz, de lehetőségeinkhez képest próbáljuk ezt kihozni. Használjunk 4 csillagos hősöket, keverjük az 5 csillagosokkal, a képességeiket vegyük figyelembe, és az ellenfélhez mérten az ellenfél speciális képességeit figyelembe véve próbáljuk úgy összeállítani azt az 5 embert a támadó csapatba, hogy a legnagyobb szinergiával rendelkezve minél nagyobb eséllyel tudja az ellenfél csapatában lévő hősöknek az elsülése esetén is azokat kánterelni, tehát letakarítani a tauntot, az ő speciális képességeiknek az elsülését befolyásolni, a mana töltődésüket lassítani, vagy megállítani, és legyen 6 darab healere mindenkinek. Én úgy gondolom, hogy ezen a szinten már
hogyha csapatszinten gondolkozunk a VAR-ban, akkor elvárásnak kell ennek is lennie. Tehát, hogy nem elég, hogy legyen 6 csapatod VAR-ra, de legyen 6 healered is VAR-ra, mert healer nélkül megint csak úgy gondolom, hogy álmokfutás. Nem csak a gyors VAR, hanem a többiben talán még jobban, vagy hát a frász tudja. Mindegy. Tehát healer nélkül nehéz, na. Tehát akkor ott is fölteszel mindent egy lapra. Fölteszed healer nélkül egy lapra az, hogy betöltődnek a hőseid, és bízol benne, hogy azok akkorát oda tudnak csapkodni, még miért az ellenfél betöltődne, hogy akár le is bírd őket szedni. Mert hogyha az ellenfél hamarabb betölt és lecsapkod, akkor cseszheted, mert ugye nincs, aki visszatöltje az életet. De ez teljesen logikus, tehát nem akartam én belemenni, csak tudom, hogy vannak közöttünk olyan társak is, akiknek nem, hogy 6 darab healerük nincsen, de a másodikat már keresni kell. Tehát srácok, tehát erre oda kell figyelni, legyen meg 6 darab healere mindenkinek. És amennyiben van rá lehetőség, akkor a trúpokat úgy húzigatni, hogy vegyük figyelembe a gyorsvart, mert a gyorsvaron kívül még van nekünk rush attackunk is, 5 csillagos hősökből szintén, ahol ugyanez a szisztéma gyakorlatilag. Ne arra törekedjünk, hogy legyen egy darab csapatunk, és legyen egy darab rohadt erős trúpunk, hanem én úgy gondolom, lehet, hogy célra vezetőbb az, hogyha arra törekszik az ember, hogy több trúpot próbál inkább szisztematikusan egymás mellett húzni. Például Zsolti, tudom, hogy te így csinálod, úgyhogy másoknak is tudnám javasolni. Én például az én esetemet mondom, hogy látjátok itt a trúpot, én most megállok itt a 17-esekkel. Megállok itt a 17-esekkel, 17-es fölé nem fogok húzni. 17-es feletti mana trúp gyakorlatilag már a gyors hősök esetében számít inkább, mert ott ugye 23-as mana trúp kell ahhoz, hogy a gyors mana töltődésű hősöket adott esetben tudjad fixálni egy darab csempével, kevesebb csempéből az ő mana töltődésüket. Szóval igen, tehát itt a trúpoknál is ezt szerettem volna elmondani. Ugye ideális eset az, hogyha mindenkinek van 3 darab 11-es mana trúpja mindegyik színből, mert akkor nem kell gondolkozni klassz bónusz, maszk bónusz, klassz 20 bónusz, stb. Tehát, hogy akkor a 11-es trúpot, az beteszed a hősöd alá, az egy gyors eseményen, legyen az VAR, vagy még egyszer mondom, hogy tournament, mindenféleképpen, minden bizonnyal ugye be fog töltődni 6 csempéből. És számít az az egy darab csempe, mert ugye a 7 darab az páratlan, abból a szempontból, hogy ugye legkevesebb 3 csempét tudsz összehúzni egy táblán. Az azt jelenti, hogy 2x3-at összehúzol, akkor, hogy megvan a 6 darab csempe. De az, hogy összehúzol 1x3-at, 1x4-et, hát, hogy is mondjam, százalékos esélyekben kisebb mérték áll mellette. Úgyhogy nem is szabad gondolkozni csak a 6 darab csempébe, és azon, hogy ezt a 6 darab csempét azt hogy tudod kilobbizni. Köszönöm, hogyha megnézitek, és bízom benne, hogy még egyszer mondom, hogy ki fogjátok próbálni és alkalmazni. A táblát senki nem fogja tudni helyettetek húzigatni, azt mindenki magának húzigatja, és mindenki magának kell, hogy átgondolja megfontoltan a lépéseit, amikor megkap egy kezdőtáblát, és ott áll előtte az ellenfél, és ott az ő csapata. Mindenkinek saját magának kell tudni azt átgondolni, hogy melyik lépés az, ami a legnagyobb pozitívat tudja hozni, és a legkisebb kárt tudja okozni. Ezt tudni kell mérlegelni, ehhez ismerni kell a hősöket, de a gyorsvarral kapcsolatban a szisztémát azt most már ismeritek, úgyhogy alapozzatok erre, csak megerősíteni tudom még egyszer. Kösz, hogyha megnézitek, sziasztok!